a folyamatot szempillagöndörítéssel kezdjük, mert ez megnyitja a tekintetet. A szempillafestékekből különböző fajtákat vehetünk. Van dúsító, hosszabbító, göndörítő, általános és vízálló kiszerelésben. Érdemes jó minőségűt használni, mert a szem allergiás lehet a festékre. Ha már száraz és szaga van, semmiképpen ne használjuk. A szempillafestéket általában érdemes alulról felfelé, oldalirányú mozgással kísérve felkenni. Ha megismételjük, a szempilla dúsabbnak és sűrűbbnek látszik. Mindig fésüljük ki a szempillákat, hogy ne legyenek összeragadva, ha csak nem az a cél. Erre egy régi szempilla spirál feje is tökéletesen megfelel. Műszempillából tincses és soros változatot lehet kapni. Én tincses villákat fogok ragasztani. A kézfejemre teszek egy adag ragasztót, és tincsenként egy csipes segítségével a tincs végét belemártom a ragasztóba, és a felső szempilla tövébe illesztem. Kintről befelé haladok. Érdemes megkérni valakit, hogy segítsen nekünk. Csak a bátrak és a türelmesek kezdjenek neki egyedül, és lehetőleg ne az esti buli előtt, a késminknél gyakoroljuk. A ragasztó általában fehér színű, de áttetszővé szárad. Ha marad egy kis fehér szín, akkor tussal menjünk át rajta, így javítjuk a hibát. Az európai nőknek általánosságban elegendő a rövid tincses szempilla, már a közepes is láthatóan hosszabb a pilláinknál. A tincses pillával sűrűbbé, egyenletesebbé és hosszabbá varázsolhatjuk a szempillánkat. Amikor a tincses pillák felkerültek, ráfestünk még egyszer a szempilla spirállal, így még dramatikusabbá válik. Ha nem festünk, úgy természetes hatást érünk el.